Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Ha velem tartanak ma az aszcendensben, kiderül, hogy milyen népszokások, babonák kötődnek az év ezen időszakához. Mazák Katalin segítségével ismét szépülünk, megtudjuk, hogy milyenek a szűzjegyű emberek, és aki kaminóra készül, annak is hasznos tanácsokat tudunk adni a felkészülés időszakára. Tartsanak velem! Dr. Pál István most is ellát minket hasznos információkkal, hogy milyen babonák népszokások kötődnek az évezen időszakához. Nagyanyáink, dédanyáink mire figyeltek ebben az időszakban? Elérkeztünk augusztushoz. Milyen népszokások, babonák kötődnek az évezen időszakához? Augusztus egy nagyon jelentős időszak, hiszen ezt kisasszonyhavának is nevezik, és ez az időszak az, amit két asszony közinek is hívnak, mégpedig augusztus 15 nagyboldogasszony napja és szeptember 8-a kisasszony napja miatt. Ez az időszak, amikor különféle babonákat szoktak végezni, illetve különböző olyan feladatok várnak az emberekre, amiket meg kell oldani. Már vége van Lőrincnek, igaz, ezt sokszor összeszokták téveszteni a szeptemberi Lőrinc nappal, ami azért fontos, mivel ilyenkor már elkezdődik az őszi időszak is, tehát vége van a nyári kánikuláknak, elkezdődik az ősz, itt van a betakarításoknak az ideje, most következnek, ugye befejezték általában már a gabonaneműeknek az összegyűjtését, de ilyenkor csépelik ki a magnak való gabonát, amit a jövő évben fognak elvetni, és ilyenkor van az az időszak, amikor már a gyümölcsök is elkezdenek érni, és azoknak a betakarítása, a begyűjtése is kötelező feladat. Nem mindegy, hogy milyen szemmel nézünk az égre, hiszen az augusztus mindenki tudja, hogy a csillaghullásnak az ideje, és az Lőrinc tüzes könnyeinek is szokták nevezni, és ez valóban az augusztusi Lőrincre vonatkozik, ami augusztus 10-én következett be, és ezek a sok apró csillagok, meteoritok, amik lehullanak az égből, sokakat nagyon csodálatra késztetnek. Augusztus 20-a, ami megint nagyon fontos a magyar nép életében, hiszen hon alapító vagy ország alapító királyunk Szent István királynak az ünnepe. Ekkor a különböző időszakokban, különböző rendszerekben mást-mást ünnepeltünk, de az új kenyér ünnepe megmaradt, hiszen ekkorra már az új búzából, őrölt lisztből sütött kenyeret szokták megszegni, akár a templomi ünnepségeken, akár otthon a háztartásokban. Ilyenkor vannak a katolikusoknál hatalmas nagy körmenetek, ilyenkor szokták Szent István erekéjét bemutatni a hívőknek. Tehát mind olyan nagy külsőségekkel folytatott ünnepeket jelenti, aminek tulajdonképpen semmi köze a babonákhoz, mert ez egyházi ünnep, de a világi hatalom is általában rátette a kezét. A szocializmus idején azért, hogy elvegyék az élét Szent István ország alapításának, és ezért alkotmányünnepnek is nevezték. Másrészt pedig, amikor rendszerváltás lett, akkor visszatértek a régi hagyományokhoz. A házi asszonyoknak mit javasolsz erre az időszakra, mire figyeljenek, ami segítheti majd a telet, a tél átvészelését, illetve nagyanyáink ilyenkor miket csináltak még? Igen, az előbb ugye említettem az augusztus 20-át, de még az azt megelőző időszak is a nagyboldogasszony napja közé esik, az a fontos tevékenység, amikor össze kell gyűjteni a háziasszonyoknak a gyógyfüveket, amivel egész évben tudják gyógyítani mind magukat, az embereket, mind az állataikat. Ez az az időszak, amikor ha kotlóst ültetnek, az minden tojását ki fogja kelteni, és azok a kis csibék, amelyek kikelnek a tojásból, legjobb tojótyúkokká válnak a következő időszakban, tehát mindenképpen figyelni kell erre is. Ilyenkor szokták ki szellőztetni a hombárokat, hiszen ebbe kerül a kicsépelt gabona, és nem lenne jó, ha penészes lenne, vagy zsizsik maradna benne, vagy ilyenkor szokták a ruhákat is kiteregetni, vagy a takarókat is kiteregetni, szellőztetni, hogy a moly bele ne essen. Rendszeres nézőink tudják, hogy most Mazák Katalinnal szépülni fogunk. Hasznos tanácsokat ad arra vonatkozólag, hogyan lehetünk még sugárzóbban szebbek.
Még javában tart a meleg, de hát az emberek mindig szeretnének szépülni. Most milyen kezelést és kiknek ajánlunk? Mai nap folyamán zsíros bőrre egy regeneráló kezelést hoztam, amelynél az a cél, hogy egyrészt a bőr zsírosságán kicsit tompítsunk, másrészt egy picit a púrusok méretén javítsunk, harmadrészt a bőrtónuson is javítsunk egy kicsit, hogy egyenletesebb legyen a pigmentáltság, a színezettsége a bőrnek. Hogyan zajlik a kezelés? Ez egy dermapenes kezelés. Kozmetikai gyakorlatban nekünk nagyon sokszor problémánk az, hogy hatóanyagot hatékonyan a megfelelő helyekre hogyan tudunk bejuttatni. És egy kifejlesztett kis eszközzel, ami pici apró tűkben végződik, dermapennek hívják ezt a kezelést. A tű segítségével nyitjuk meg a bőrt, és azon keresztül steril hatóanyagot juttatunk be a bőr mélyebb rétegébe, tehát ez biztos be fog jutni, és ott végzi a dolgát. Ez nem fájdalmas? Többféle tű vastagság méret létezik, illetve többféle mélységben tudunk dolgozni ezekkel a tűkkel. Lehet kellemetlen, ezért bizonyos tűméreteknél szoktunk érzésteleníteni, de hál' Istennek most már kifejlesztettek olyan tűket is, aminél nem szükséges az érzéstelenítés, mert sokkal vékonyabbak ezek a tűk, és ezáltal most már azok is igénybe vehetik ezt a fajta kezelést, akinek esetleg az érzéstelenítőkre allergiás reakcióik vannak. Tehát bejuttatjuk a megfelelő mélységbe, és itt mi történik? Sterilampulla. Be van keverve. Ebben már benne van a hatóanyag, amivel revitalizáljuk, illetve az adott problémát kezeljük. Tehát megnézzünk egy bőrdiagnosztika után, megvan az, hogy kinél mi a probléma, és azt szerint választunk vagy bekevert koktélt, maradjunk ennyiben, nem bonyolódjunk bele megfelelő koktélokat, amiben benne van az a hatóanyag, amivel a kívánt hatást el tudjuk érni. Eközben, hogyha leszámítjuk a kellemetlen érzetet, amit a tű okozhat, van-e valami más érzete a paciensnek? Tehát érzi azt külön, hogy most itt beljebb jutnak a hatóanyagok, vagy ezt csak tudjuk és kész? Ezt csak tudjuk. Tehát az érzéstelenítő ezt a felületet elérzéstelenítő, tehát magát a tűszúrást az különösebben nem érzi, illetve magánál, mivel egy-egy felületnél, egy-egy területnél nem olyan mennyiségű hatóanyag kerül be, mint mondjuk egy feltöltésnél, hogy ott oda injektálunk több mennyiséget adott helyre. Így különösebben magát a kezelésnél bejutó anyagot azt nem érzi a paciens. A végére érzékenységtől függően maradhat egy kis bőrpír, amit a nyugtató regeneráló masznál szoktunk használni ezt követően, hogy visszahúzzuk ezt az érzékenységet, csillapítsuk ezt a fajta tünetet. Amire nagyon kell figyelni, mivel több szúrás éri ilyenkor a bőrfelületet, napozni közvetlenül a kezelés után nem javallott, erős fényvédelem szükséges, és nagyon kell figyelni arra, hogy közösségi helyeket, mint uszoda, szauna, egyéb ilyen jellegű helyek ne használjunk, illetve kerüljük a nagy fizikai aktivitást igénylő munkákat vagy sporttevékenységet, ahol megizzadhatunk, mert pár nap kell a bőrnek, míg regenerálódik, egy pici felületi pörk képződik, vagy képződhet ilyenkor, ami látványra nem látványos, inkább érezni érzi a vendég, hogy picit érdesebb pár napig még a bőrfelület, ez általában 3-4 nap alatt megy végbe ez a folyamat, és annyi idő alatt teljesen letisztul, és látjuk a teljes végeredményét magának a kezelésnek. Egy szebb, üdébb, frissebb, tónusosabb, egyenletesebb bőr képet kapunk. Kiknek nem ajánljuk ezt a kezelést? Minden olyan esetben, amikor lassabb a regeneráció, vagy problémás a sérülések utáni bőrregeneráció, érdemes kikérni orvos véleményét, vagy egyes esetekben ezt a fajta kezelést elhalasztani, mert hogy akárhogy is itt azért pici sérülés éri a bőrt. Nem túl nagy, de mégis apró behatás. Tehát akinél például cukorbetegeknél lehet ezzel kapcsolatosan probléma, hogy nem tud úgy regenerálódni a bőr, tehát náluk óvatosan
illetve esetenként elkerüljük ezt a fajta kezelést. Illetve abban az esetben, amikor nem tudja betartani a kezelést követő utasításokat, tehát teszem azt, olyan munkaköre van, hogy túl sok időt kell töltenie napon, vagy olyan helyekre kell bemennie, mint uszoda és társai, tehát hogy ezeknél az eseteknél célzottan úgy kell időzíteni a kezeléseket, hogy be tudja tartani a vendég az utóápolás, utóregeneráló részt is. Korábban láthattak már élménybeszámolót műsorunkban az El Caminóról. Most, akik ettől kedvet kaptak, figyeljenek, mert hasznos tanácsokat kaphatnak, hogyan készülhetnek erre az útra. Beszélgettünk már, hogy végigcsináltad a Caminót. Most arra szeretnélek kérni, hogy adj praktikus tanácsokat a kedves nézőknek. Ha valaki neki szeretne ennek vágni, akkor először is fizikálisan, lelkileg hogyan készüljön föl? Mi az, amit már itthon meg tud tenni, hogy ott kevésbé érje meglepetésként a helyzet? Tehát szerintem a legfontosabb egy nagyon jó cipő kiválasztása, ami olyannak kell lenni, hogy bírja a köves utat, bírja a hagyományos földutat, illetve tudjon menni betonúton is. Mert szinte mindenfajta út van végig a Caminón. Hegyekben kell menni, földes úton kell menni, van úgy, hogy át kell menni egy patakon, tehát legyen vízálló ez a cipő. Érdemes előtte betörni, ami azt jelenti, hogy ne akkor legyen először a lábám. Ne legyen elnyújt bakkant sem, tehát ne az legyen, hogy már 10 éve járkál benne, mert az bizony az út közben az el fog kopni a talpa, és azt ki kell dobni. A másik, hogy hátizsákkal induljon. Hátizsákkal is nagyon válogassa meg, hogy mi legyen benne. Az interneten nagyon jó olyan listák vannak, amivel el tud indulni, hogy mi legyen egy hátizsákban. Én 3 váltás ruhával voltam, 3 póló, 3 alsónemű, 3 zokni, 3 nadrág, 1 törölköző, 1 hálózsák. Amit mindenképpen vigyem magával, az meleg ruha most már, mert én júliusban voltam, és csak egy ilyen egyszerű kis pamut inget vittem magammal a nap ellen, amit bizony minden reggel föl kellett venni, mert bizony a hegyekben akkor is hideg volt. Nagyon sokszor inkább jógáztam már, hogy felmelegedjek, hogy el tudjak egyáltalán reggel indulni, hogy ne fázzak. Esőkabátot mindenképpen, hogyha van esőnadrágja, az is jó, mert akkor tud benne menetelni. Vagy ez a poncsó, amivel a hátizsákot is le tudja takarni, mert megyünk bele az őszbe, egyre több eső lesz. Viszont mindenképpen meleg ruhát vigyem, mert a hegyekben már nagyon hideg lesz fönt. Amit meséltél nekünk, hogy pakolásnál még a dekákra is odafigyeltél, egy-két ilyen tanácsot is nyugodtan megoszthatsz a kedves nézőkkel. Hát én például levágattam teljesen a hajamat fiúsra, hogy ne kelljen cipelni fésű csampont, hajbarzsamat, még 1 törölközőt, hajcsatokat, tehát minden ilyesmit, amit úgy lehet mellőzni egyáltalán ebből az útból. Fiúk nagyon gyakran nem hoznak magukkal akár borotvát, tehát már a végére úgy néznek ki, mint valami ősember ilyen nagyon hosszú szakállal, nagyon hosszú hajjal, ugye attól függ, hogy ki hány nap alatt teszi meg ezt az utat. De igazából végig kell gondolni, hogy mi az, amire nagyon-nagyon szüksége van, és mi az, amire nagyon nincs szüksége. És akkor már nem viszi magával azt a dolgot. Nagyon sok helyen lepakolják az emberek a terhüket, amit úgy érzi, hogy felesleges cipelni. Nem csak arra figyeltem, hogy mi az, amit oda teszek, hanem amit oda teszek, az hány kiló. Tehát például volt úgy, hogy én vittem magammal egy lepedőt, ami egy régi, ez nem lepedő volt, hanem ez a paplanhúzat, amit megfeleztünk, mert hát egy fele is elég, összevartuk, és minden ruhából kivágtam a címkét, pontosan azért, mert hogyha megmérem a kivágott címkéket, az is 15 deka. És hogyha azt végigvinni kell a hátadon, akkor az úgy sok hosszú utom. Főleg fölfelé mondjuk 1500 méter magasra. Az étkezést hogyan lehet megoldani? Ott mire tudunk figyelni, amivel segítjük az utunkat? Hát attól függ, hogy ki hogy csinálja. Én úgy csináltam, hogy nem reggeliztem. Tehát úgy indultam el, reggel 7:30, a
szállásról, amikor még pirkat. Tehát ott 7:30-kor kelt föl például a nap, 10 óráig semmi nincs nyitva. Tehát ezt az időszakot, hogyha valaki éhes, akkor azt azzal kell átvészelni, ami a táskájában van. Én például műzliszeleteket vittem mindig magammal, meg ilyen puffasztott rizst, mert az könnyű volt, és azt rá tudtam tenni a hátamra, a hátizsákra. És akkor 10 órakor valami faluba vagy városba beérve, bementem egy boltba, vettem valami péksüteményt vagy valamit, és akkor, amikor majd megérkeztem a szállásra, zuhanyzás, öltözés, mosás, és akkor utána alvás, és utána volt a vacsora. Van, aki megáll ebédelni, tehát aki azt mondja, hogy ő nem megy tovább. Nagyon sok helyen van olyan lehetőség, hogy 10-15 euróért ilyen Peregrinus menüket lehet vásárolni. Az egy egyszerű egytál étel, vagy egytál étel, meg valamilyen édesség. Az teljesen jó. Ami fontos inkább szerintem, hogy ne egye túl magát valaki napközben, mert utána nem tud haladni. És például, ha már eszünk-iszunk, vizet érdemes közbe venni, vagy a szálláson töltött fel a kulacsodat, vagy egyáltalán ihatóak ott a vizek, amik a csakból jön? Ahol nem iható, ott ki van írva, hogy nem iható. Nagyon sok forrás víz van végig az úton. Én azt csináltam, hogy mindig a szálláson teletöltöttem. Volt egy ilyen zsákom, egy 2 literes zsákom, ami benne volt a hátizsákban, és akkor egy ilyen kis szívószálon keresztül végződik, és akkor, amikor úgy szomjas voltam, akkor nem kellett lepakolni, felpakolni, kivinni. Van, aki viszi a kezébe például. Nekem zavaró volt, én ugye bottal közlekedtem. Van, aki viszi a kezében a 1/2 literes flakont. Ami fontos azonban, hogy ha olyan helyre érkezünk, ahol jó víz van, akkor cseréljünk. Mert általában, ami a forrásba jön, az hidegebb, mint ami a hátizsákamban már 3-4 órája melegszik. Gyógyszerek. Mennyire lehet felkészülni mindenféle problémákra, illetve például az ilyen rovarcsípéseket hogyan lehet kiküszöbölni, vagy ha már megcsipett, mit csináljál? Nagyon sok patika van az úton, tehát azért egy olyan 50 kilométerenként, 60 kilométer, tehát ez 2 naponta mondjuk azt, mindig bejutsz valami olyan helyre, ahol van patika, és be tudsz ilyeneket szerezni. Ezért a hátizsák súlya miatt csak olyan dolgokat viszünk, ami kevés. Tehát például fájdalomcsillapítóból én 3 darabot vittem. Vagy mondjuk székletfogó, abból is csak 3 darabot. De mondjuk egészségügyi dolgok nőknek, abból is csak 2 darabot vittem, mert tudtam, hogy egy napon belül úgyis olyan helyre jutok, ahol ha szükséges, akkor megveszem, nem fogom végigcipelni egész hónapban. Ugyanígy a szúnyogcsípés is. Egyébként sokféle rovar van, ami meg akar csípni, enni, harapni. Nem tudom, én egy 25 centis gyíkkal találkoztam, ilyen zöld, hatalmas gyíkkal, ami megette az almacsutkámat, miközben ültem a hűvösen, az egy kicsit nehezen érintett, futásnak eredtem. Egyébként 2-3 kutyával találkoztam, én olyan szúnyogokkal nem nagyon találkoztam. Ami mérges úgy, pókok, meg egyebek sincs. Én nem kerestem, tehát ő nem keres engem, én se kerestem. Nem láttam ilyen. Mi az, amit még nagyon-nagyon fontosnak tartasz? Ugye beszéltünk annó arról is, hogy már itthon kezdjünk el edzeni, stb., ami nélkül nem lehet, hogy elinduljon valaki. Tehát ami a leges-leges legfontosabb, hogy a bakancson kívül persze, hogy arra figyeljen. Hát egy jó hitelkártya. Azt szoktuk mondani, hogy ha jó bakancsom van, meg van nálam egy jó hitelkártya, akkor mindent, bármit meg tudok venni az úton, amire szükségem van. Múltkor beszélgettünk az ismerősökkel, hogy mennyibe kerül ez az út. És azt mondtam, hogy annyiba kerül, amennyit szánsz rá. Tehát van olyan ismerősöm, aki vasúttal megy, mert neki van vasúti kedvezménye, és az olcsóbb út. Van olyan ismerős, aki 20 000 forintos last minute repülővel indult el. Van, aki 250 000 forintos busszal levitték és visszahozták. Így közlekedik. A szállások is olyanok, hogy attól függ, hogy mi mennyibe kerül, milyen színvonalon akarsz élni, milyen színvonalat fogadsz el, aludhatsz a földön, de vannak olyanok, akik a templomkertbe aludtak, mert már nem volt pénze. Találkoztam olyan magyarral is, aki visszafelé jött, mert nem volt pénze, hogy hazarepüljön. És a család meg nem állt úgy, hogy na, akkor most küldjön neki pénzt valahova, hogy haza tudjon menni. Beosztás. Tehát el kell dönteni, hogy mondjuk naponta 25 eurót számolok, mert legyen benne a szállás, legyen benne a kaja, legyen benne egy, mit tudom én, egy üdítő, ha megállok, vagy egy fagyi, vagy valami,
És akkor ezt kalkulálni kell az út végéig. Érdemes megvenni visszafelé a repülőjegyet, hogy ne az legyen, hogy na, akkor most ugyan itt vagyok a végén, de nem tudok, hogy hazamenni, hanem inkább igaz, hogy kötötté tesz. Tehát, hogyha én megveszem a repülőjegyet mondjuk szeptember 16-ára, akkor addigra oda kell érnem. És ez lehet egy negatív, meg lehet egy pozitív hajtóerő is, hogy akkor addig azt meg kell csinálnom. Ez attól függ, hogy ki milyen habitusú, ezt el kell dönteni, hogy mi az, ami segíti az utat. Egyébként, hogyha valaki ilyen határidőhöz kötött, akkor van-e közben lehetőség, hogy ott egy busszal megy tovább, mert azt mondja, hogy vagy valamilyen tömegközlekedés? Láttam ilyeneket is, hogy nem tetszett a szállás, hívtak egy taxit, és átmentek a következő szállásra 5-7-10 kilométerre, és akkor ott aludtak, mert mondjuk ő azt mondta, hogy nem alszik ott. De találkoztam olyannal is, aki azt mondta, hogy haza kell mennie ekkorra, és hogyha ezt a szakaszt ő gyalog teszi meg, akkor a következő szakaszt már nem tudja, és akkor mondjuk a Mesetát átvonatozta, átbuszozta, és akkor 200 kilométerrel arrébb ment, és úgy folytatta tovább, és így érkezett be. De olyanokkal is találkoztam, akik szétszedik. Tehát azt mondja, hogy nekem most nincsen csak egy hét szabadságom, elmegyek, mit tudom én, Pamplónából elmegyek Leónig, és megyek haza. Következő évben elmegyek Leontól, akármeddig Astorgáig, és következőben megyek haza. És így is érvényes? Igen. Hát a menetlevélt, azt simán lehet folytatni. Találkoztam olyan angol sráccal, aki 8 éve csinálja a kaminót. Igaz, hogy Rómából indult, de 8 éve jött. A legnagyobb tapasztalat az, amikor végigérsz az úton, és találkozol ismerős, és azt mondja neked, hogy gondold végig úgy az utat, hogy ez egy emberöltő volt. Körülbelül mennyi ideig fogsz élni, körülbelül hány kilométert gyalogoltál, és hát nekem úgy jött ki, hogy 1 év 10 kilométer. És hát a naplómat úgy végigolvasva nagyon-nagyon sok párhuzam összejött az életembe, hogy mondjuk egyik helyen nem volt szállás, akkor kiderült, hogy körülbelül ilyen 6-7 évesen nagymamánál mentünk mindig aludni, és nagyon rosszul esett, anyámik építkeztek, és hogy én nem aludhatok ott, máshova kell mennem. És nagyon sok ilyen párhuzam volt, és így megtaláltad a 20-as éveidnek a problémáját, a 30-as éveidnek a problémáját, és elgondolkoztam azon, hogy mi van, amikor majd 50 éves leszek, meg 60 éves, mert ugye én 90 évvel számoltam, hogy vajon az lesz, amit ott tapasztaltam. És ami azóta eltelt idő, az bizonyítja ezt? Vagy még az túl kevés? Csendesség van, csendesség. Igazából egy olyan 400 kilométer után, tehát a 20. nap után, azért bármit csinálsz, 3 hétig megszokod. Utána egy ilyen nyugalom volt rajtad. Tehát ez a... tök mindegy, mi van hátra, úgyis megcsinálod. Akik kíváncsiak arra, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő időszakra, illetve azt is szeretnék tudni, milyenek a szűzjegyű emberek, azok most figyeljenek. Kos, vigyen egy kis vidámságot a mindennapokba, mindenkinek jót tesz egy kis nevetés, némi viccelődéstől még nem tűnhet komolytalannak. Bika, sok kérdés van, amin régóta rágódik. Érdemes néha felpörgetni a döntéshozatalt és belevágni. Azt viszont tartsa szem előtt, hogy nagyon hasznos és fontos a fejlődése szempontjából, hogy végig is menjen a maga választotta utakon. Ikrek. Itt lenne már nagyon az ideje, hogy végre valóban a céljaira összpontosítson és tegye meg a megfelelő lépéseket is, ne csak tervezgesse azokat. Rák. Egy ideje tervezget valamilyen tanulást. Most eljött az idő, hogy el is kezdje. Legyen szó akár egy hétvégi továbbképzésről, akár egy pár hetes kurzusról, vagy akár komolyabb, hosszabb időt igénylő képzésről. Mindenképpen érdemes belekezdenie, mert hasznos és sikeres lesz. Oroszlán. Ez az időszak nem kedvez a hosszú távú célok kezdésének. Most inkább dőljön hátra, élvezze, hogy pihenhet, tervezgessen, aztán majd nekivág a világ megváltásnak pár hét múlva.
szűz. Néha nem hajlandó a nyilvánvaló dolgokat sem látni, sőt, inkább úgy tesz, mintha nem is lenne mit látni. Elég kellemetlen, mert a világ nem hord szemellenzőt, a többiek látják, amit ön nem szeretne. Mérleg. Nyugodt hetek jönnek, élvezze ki, tervezgessen, pihenjen, olvasgasson, és közben figyeljen arra, hogy mit eszik-iszik, mert csak egy alapos gyomorrontás, ami megnehezítheti az elkövetkezendő időszakot. Skorpió. Minden út oda vezet, ahova ön szeretné. Néha persze ön sem hiszi ezt el, a környezete pedig egyszerűen nem érti. Folytassa ezt a technikát, hiszen minden fontos dolgot bevonz ezzel életébe. Nyilas. Érdemes volt kockáztatni? Valóban nyert annyit az elmúlt hónapok különcködésével, önálló útjaival, amennyit vesztett is? Lehet olyan személyeket is kiiktatott az életéből, akik hiánya fájdalmas lesz, és ami még ennél is rosszabb, visszafordíthatatlan. Bak. Jó ötletek és nagy tervek jellemzik majd ezt az időszakot. Bár lesznek, amiknek még nem jött el az ideje, de egy nagyon jó kezdet előtt áll. Vízöntő. Mennyi mindent megpróbált kiegyenesíteni, de sajnos vannak dolgok, amikben hajthatatlan. Nos, itt is muszáj lenne kissé rugalmasabbnak lennie, és akkor még etéren is sikerek várnának önre. Halak. Kisebb problémák már jó ideje nem jelentenek ön számára gondot. A nagyokkal meg úgy van, hogy meg kell oldani, mert nincs más választás. Így lépésről lépésre aztán a legnagyobb nehézségeken is túl tud jutni. Emiatt sok az irigye. A szűz egy nagyon érdekes, rendkívül intelligens ember, de alapos és rendszerető. A munka megszállottja. Ha találkozunk egy kollégával, egy munkahelyen, aki azt fogja panaszolni, hogy mindent velem csináltatnak, mások helyett is én dolgozom. Minden az én vállamon van, mindent nekem kell csinálni. Következő mondat egy másik munkatársad, te azt csak hagyd békén, mert elrontod, majd én megcsinálom. Ettől lesz sok munkája, mindenbe talál hibát, minden tökéletesre akar csinálni. Ő nagyon sokat dolgozik, de semmit nem lehet kivárni a kezéből, mert nem tudja be, semmi sincs kész, semmit se lehet befejezni, mindent abba lehet hagyni, semmi sem tökéletes, mindent alaposan kell megcsinálni, de emellett rendkívül intelligens általában. Aggodalmaskodó, félti az egészségét, legtöbbjük hipokonder. Ők azok, akiknek a sírjukra az van írva, hogy ugye igazán volt. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velem legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra. A viszontlátásra!